A kishegyesi falunapi ünnepségen adták át a falu köszönő levelét Almási Annának, a Nők Kishegyesi Fóruma tagjának, a közösségért kifejtett önzetlen munkájáért. Minden évben a falunapi ünnepség egy kiemelt rendezvény a kishegyesiek életében, és természetesen egy rövid képet ad a műsorunk egy rövid képet ad az itt intézményeinkbe folyó munkáról, úgy az óvodában, az iskolában és a Művelődési Egyesületben, hiszen ezt a műsort így állítottuk össze. Idén a szokásoktól eltérően az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola tornatermében tartották meg a falunapot. Igyekszünk egy tartalmas programot minden évben falunapra összeállítani. Az idei év egy kicsit rendhagyó ebből a szempontból. A színháztermünket felújítják, ez miatt az iskola adott hont a falunapi műsornak. Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke ünnepi beszédében kiemelte. A magyar kormány támogatásának köszönve a színházterem, a szövetkezeti otthon megújul. A megújulás pedig fontos jelképe az ünnepnek, hogy a továbbiakban is többet adjunk hozzá ahhoz, amink van, és őrizzük meg, amit az őseink ránk hagytak. Az, hogy 100 év távlatából még mindig magyarul beszélünk itt, és magyar többségű iskolánk van, ez egy fontos erény, eredmény, amit fenn kell tartani. Azt gondolom, hogy az agyország vonatkozásában megtettük, amit meg lehetett tenni, kisegyes és kimagaslóan részt vette a levélszavazatokat, magas százalékban leadtuk. Arra kérek mindenkit, hogy jövő vasárnap, április 3-án a 3-as győzelemért, a 3-as győzelmért tegyünk meg mindent, azért, hogy tudjuk a projekteket folytatni, a közösséget összetartani, és újra ünnepelni. 253 évvel ezelőtt ilyenkor 81 békés Szent Andrási magyar család telepedett le Hegyespusztán. Erre az eseményre emlékezve ünneplik a kishegyesiek a falunapot.